ezt az autót 4 kilométerrel vettük át, ami azt jelenti, hogy képes volt Hiroshimától Budapestig mindössze ennyit megtenni. Ennyire nagyon új volt, és amikor átvettük, ezt baromira lehetett érezni rajta. Egy kicsit olyan volt, mint egy ilyen egészen friss gyerek, amikor megszületik, hogy végtelenül aranyos, de azért vannak olyan részei, amiket utólag szépre színez ki az emlékezetünk. Ez a Mazda, amikor először megálltunk a lámpánál, akkor ilyen végtelenül büdös volt, meg minden ilyen kelletlen volt benne, nagyon karcos volt a váltója, olyan furcsa volt a fékje is, és most, hogy eltelt a teszthét, és van benne már 1040 km, az egész autó így kinyílt, és ez nagyon csodálatos, mert most már végre jó a váltó, végre nem büdös, amikor megállunk, mert nem ég le róla mindenféle ilyen zsír, meg olaj, ami így rákerül a gyárban, és egyszerűen csak jó. És azt hinné az ember, hogy a sokadik MX-5-ös már nem ekkora élmény, de mindig ad valamit, amire nem számítunk. Mert itt van az MX-5 alatt ez a remek kettős keresztlengőkaros futómű, ugye elől-hátul, meg ez a lelkes motor, meg ez a váltó, ami egyszerűen zseniális. Ennél jobb autóban ma egyszerűen nincsen. Az, hogy az érzés, hogy te tologatod a fogaskerekeket, az így felbecsülhetetlen, és hallod az apró mechanikai zajokat, meg amikor odalépsz neki, és összezár a sper, hogy annak is van ez a jellegzetes hangja, és ez mind ide bejön, és ez mind egy kicsit intimebbé varázsolja ezt az egész vezetés dolgot. Szóval csodálatos. És kéne ebből még sok, hogy amikor majd járunk az elektromos dobozokkal, akkor visszaülhessünk az ilyen rendes autókba. Pályázik vele, akkor valamilyen oknál fogva csak 10 litert fogyaszt. Hogyha városban közlekedünk vele, akkor meg ilyen 7,5-ből el van, úgyhogy tényleg bejáratos az autó. Ez szerintem a mindenre is jó autó, és én imádom, és nem csak azért, mert nincs teteje, hanem az egész olyan, ami ennek egy autónak lennie kell. Nem szól bele semmibe, amiben nem kérjük, hogy szóljon bele. Jó benne utazni. Igazából két főnek pont elég az a zsebkendőnyi csomagtartó, mert a hitelkártyából akár több is belefér, de kabinbőröndöket is befogad. Meg hát ez a motor. Hogyha nem pörgetjük és csak haladunk vele, akkor csak úgy van. Hogyha meg elkezdjük forgatni, akkor ilyen lelkesen, élesen trombitál, és csak úgy menne, és attól annyira kibaszott jó. Imádom, és nagyon fájni fog most visszaadni.